csúcsforgalomban reggel átjött ilyen simán. Hát persze, hát remekül járhatók az utak az időben is. És te hogy aludtál? Ó, köszönöm, remekül. Én szeretek 12 órát aludni, mint Einstein. És a kellemetlen óracsörgésre azért fölébredtél, persze. Tudod, már megszoktam. Köszönöm különben. Jó reggelt kívánok, köszöntjük kedves nézőinket. Most műsorunkat a Kilobyte hírekkel kezdjük. Az Acclaim cég ez év szeptember 13-ára ígéri a Mortal Kombat 2 konzolverziójának megjelenését. A számítógépes átiratok csak ezután következnek. A kosaras játékok királya az NBA Jam Super Nintendo és Mega Drive változata, után augusztusban kijön a Master System játék is. Roland. A folytatások közül kiemelném a Jedi visszatért, melyet karácsonyra írnek a Super Nintendo-tól. Egyébként stílusát követve hasonlít az első két epizódhoz. Az év végére készül el a Jurassic Park 2, de egyelőre nem lehet tudni, hogy a konzolokon kívül melyik számítógép típuson jelenik majd meg. Roland. Végre valahára ismét kapható az 576 kilobájt üzleteiben a Mortal Kombat Mega CD változata is. A program tele van újdonságokkal, és sokak szerint ez a játék maximálisan megközelíti a játéktermékép színvonalát. Köszönjük figyelmüket! Az utóbbi időben nagyon rákapcsolt a Core Design, hiszen egymás után két fantasztikus kalandjátékkal örvendeztette meg az Amigásokat és a CD32 tulajdonosokat. Az egyik játék a Dark Mare volt, amelyről a 576 kilobyte magazin májusi számában részletes leírást olvashattatok, a másik pedig a Heimdall 2. A program első pillantásra nagyon emlékeztet a Dark Mare-re, hiszen mind a két programot ugyanaz a háromdimenziós ábrázolási mód jellemzi. Sajnos az irányítást illetően ugyanezt már nem mondhatom el. A Heimdall ugyanis tele van a legtöbb akció kalandjátékra jellemző kis műtyűr ikonokkal. A játékot egyébként így előre nem nagyon tudom besorolni, se az akciójátékok, se a kalandjátékok közé egyértelműen. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Heimdall 2 ne lenne jó anyag, csak a stílus egy kicsit szokatlan, de azért idővel meg lehet szokni. A játék kerettörténete kicsit terjedelmes, de azok kedvéért, akik nagy Isten nem hallottak volna róla, dióhéjban összefoglalnám a lényeget. Na szóval, a Ragnarök idejében járunk, a germán istenek javában vívják hatalmas háborújukat. Az egyik oldalon a jó istenek vannak, Odin vezetésével, a másikon viszont a száműzött gonosz isten, Loki áll. Egy szó mint száz zajlik az élet, senki sem unatkozik, és ez eddig rendben is volna. Csak hogy Loki szörnyekből álló seregével győzelmet győzelemre halmoz, a Valhalla zord és kemény isteneit pedig kétségek gyötrik. Lehet, hogy Loki mindannyiukat legyőzi és elpusztítja. Már csak egyetlen dolog állíthatja meg Lokit, egy mágikus talizmán. Hogy a dolog ne legyen túl egyszerű, ez a talizmán négy felé van törve, az egyes darabjai pedig szerteszét szórottak a világban. Csak egy valaki tudja a talizmát újra összerakni, és ez Heimdall, a hatalmas hős. Persze viking barátunknak nem egyedül kell a nehéz és veszélyes küldetést teljesíteni, kap az istenektől egy kísérőt, Ursa a csinos valkőr személyében. Tudjátok, hogy mik azok a crash dummies-ok? Nem? Megvallom őszintén, én sem tudtam, de most már tudom, hogy ezek olyan babák, amelyeket az autók ütközésvizsgálatokon használnak. Nos, egy Mega Drive kazetta belsejében ilyen emberkékkel találkozhatunk, a játék teljes címe pedig The Incredible Crash Dummies. A játékban gonosz illetők elrabolják a babák készítőit. Ők pedig útra kelnek, hogy sok viszontagságon és baleseten keresztül kiszabadítsák Dr. Zubot. Itt aztán lesz minden, ütközések, gázolások, esés, zuhanás és meg annyi szerencsétlenség, de hát ezeknek a tesztbabáknak még az sem árt, ha elveszítik végtagjaikat. A játékot Mega Drive-on teszteltük, de létezik Game Gear, Super Nintendo és Amiga verzió is. Manamana.
Én igazából nem tudom, hogy a szoftverek világában mi számít ötletlopásnak. Egy biztos, hogyha megnézitek a Theater of Z című PC-re íródott játékot, akkor valószínűleg a Canon folder jut eszetekbe. Lehet, hogy egy kicsit mi vagyunk rossz májok, hiszen miért ne lehetne az, hogy két ember egymástól függetlenül ugyanazzal az ötlettel áll elő. No, de nem is ez a lényeg, hiszen az új játék sokkal fantasztikusabb, mint elődje, és többet is tud annál. És persze ez el is várható egy olyan nagy cégtől, mint amilyen a Psygnosis. Az alapállást, mint mondottam, a Canon folderből már ismerhetitek. A felülnézetben látszódó tájon kell mindenféle harci feladatot végrehajtani, egy vagy több kommandost vezérelve. Az embereket az egérrel mozgathatjuk úgy, hogy a bal gombbal és egy célkereszttel kijelöljük nekik az útirányt. A jobb gombbal lőhetünk oda, ahová ugyanez a kereszt mutat. A Theater of Death-ben többféle helyszínen küzdhetünk, de csak akkor lehet ezeket váltani, ha az előzőn teljesítettük a fő feladatot. Először egy erdős terepen vagyunk, aztán a sivatagban, később egy hómezőn, és végül az űrben egy holdon. Az egyes terepeken általában 15 küldetés vár ránk, amelyeket persze nem kell mind végigcsinálni. A feladatokat kis zászlók jelzik, és ha ezek közül egyet megoldunk, 2-3 újabb helyre léphetünk tovább. Nagyon pozitív, hogy a gép folyamatosan menti az állásunkat minden sikeres küldetés után. A feladatok előtt szuper digitalizált képek kíséretében rövid utasítást olvashatunk a várható körülményekről. Néhány esetben azonban meglepetések is érhetnek, ezért a játék nagyon izgalmas. Ami a lényeg. Annyiféle feladat vár ránk, hogy szinte alig találkozunk két ugyanolyan helyzettel. Lesz fogolyszabadítás, tank és helikopter csapatok megsemmisítése, járőrözés, rajtaütés és még számtalan érdekes dolog. Végül is akkor teljesítjük a küldetést, ha az összes ellenséges katonát eltüntettük. Vannak viszont olyan feladatok, amikor nem elég a pontos célzás, hiszen valakit éppen élve kell elfogni, megadásra kényszeríteni, sőt, néha az ellenség éppen a saját embereink között van. Gyakran találkozunk többszörös túlerővel, de az is előfordul, hogy mi vagyunk jókor a fölényben. Beszállhatunk a tankokba, helikopterbe, hajóba, csapatszállítóba, felvehetjük a rakéta hátizsákot. Muníciót és gyógyszert kell szerezni, fegyvereket használni. Vannak lassú, kiváros pályák és vannak villámháborúk is. A Theater of Deed nagyon jól ötvözi az akció és stratégiai elemeket. Gyakran olvas fantasztikus könyveket, az bizonyára megismerkedhetett már az írók által kitalált fantasztikus, utopisztikus világokkal és társadalmakkal. Ilyen típusú játékok csak PC-re és Amigára jelentek meg eddig. Például az Utopia című, ez utóbbit a Super Nintendo is megjelentette. Grafikáját és lehetőségeit tekintve az Utopia szinte alig tér el számítógépes társaitól, és a gép 256 színű palettáját tökéletesen kihasználja. Feladatunk az, hogy egy idegen bolygón a nulláról indulva létrehozzunk egy mintatársadalmat, ahol az emberek 100%-osan meg vannak elégedve az élettel. Ez mondjuk csak időkérdése lenne, de hát ott van vagy 10 idegen faj, akik nem nézik jó szemmel településeink gyarapodását. A probléma tehát adott. Az Utópia a SimCity hagyományát követi izometrikus háromdimenziós nézetével és stílusával.
Most pedig két érdekes hír következik. Az első. A Halálos fegyver című film nagyon sok a kedvence, nem tudom, Gábor, kedveled ezt a filmet? Persze, természetesen. Igen, és mint sok más akciófilm, ez sem kerülhette el a sorsát, játékot készítettek belőle. Mi most a C64-es változatot mutatjuk be egészen röviden. A játékban a két nyomozó valamelyikét irányíthatjátok. Stílusát tekintve a program tisztán akció, ügyeségi, ezért a logikai játékokat kedvelőknek nem ajánljuk. Emberünk egy pisztollyal tudja megvédeni magát, és a fő feladatokon kívül érdemes szorgosan gyűjteni a muníciót, a sok lövöldözésben igen gyorsan fogy. Az első pályán egy raktárat kell bejárni, ahol egy pénzszállító hajó indulásra kész. Ezután a metróba kerülünk, egy csoport bombatámadással fenyegetőző terroristát kell majd alkalmatlanná tenni. A harmadik szinten Leo, hőseink jó barátját kéne kiszabadítani, a negyediken pedig egy rendőrségi bázis átkutatása a cél. Végül az ötödik pálya következik, ahol fény derül az összeesküvésre. A játék grafikája hagy némi kívánnivalót maga után, de az utóbbi időben oly kevés új program jelent meg C64-re, hogy kevesebbre is be kell érni. Köszönöm, Roland. A háborús témájú könyvek között leginkább a vietnámi konfliktussal és a csendes-óceáni csatákkal kapcsolatos téma a legmenőbb. Úgy látszik, hogy mostanában a világhírű Microprose cég is csatlakozik ehhez a koncepcióhoz. Legújabb csúcsminőségű szimulátoruk az 1942 Pacific Air War, amely természetesen PC-re készült és megjelenési napjától kezdve kapható az 576 kilobyte üzleteiben. Azok közé a professzionális módon megalkotott szimulátorok közé tartozik, amelyekkel egy abszolút kezdő is könnyen elboldogul. A felszállás és az irányítás pofon egyszerű, a kezelőgombok értelemszerűen adódnak. Szinte a végtelenségig variálható a körülmények beállíthatósága, így mindenki összeállíthatja a számára legkielégítőbb nehézségi fokot. A küldetések között a torpedózástól kezdve a bombázáson át a légicsatáig mindent kipróbálhatunk, mindezt szuperaprólékos grafikával és hanghatásokkal. A megjelenítés részletességét több pontban állíthatjuk, így a lassabb gépekkel rendelkezők is megfelelő sebességűvé tehetik a játékot. Persze a sok könnyítésnek megvan az ellentétje is. Így aki már igazi profi, az a valósághoz teljesen igazodóvá teheti a repülést. Még azt is be lehet állítani, hogy vakítja a szemünket a napsütés. A játék filmre veszi a küldetéseket, amelyeket később akár vissza is nézhetünk. Hölgyeim és uraim, a hírek, és most egy exkluzív riport következik. A riporter Fodor Gábor. Köszönöm, Róla. Exkluzív vendégünk az Explorator együttes, amely csapatnak a szóvivője Igor 404. Miért pont így írnak? Ez egy érdekes dolog. Ő 2RT plusz TB, ugye a társam. Ő magamat Igor 404-esnek hívnak. Ezeket a neveket egy számítógép sorsolta ki, az egyik egy kifejezés,
a 2RT plusz TT-re utal, ami egy robotkar. Az én nevem pedig ugye egy férfi személynév, amelyet szintén az én tulajdonságaim alapján sorsolt ki nekem a számítógép. A 404-es pedig egy kódszám. Uh-huh. 3 éve zenéltek, ugye? Igen, igen. És mikor kerültetek kapcsolatba a számítógépekkel, ugye egyébként? Hát mi már ahhoz a generációhoz tartozunk, akiknek hát jó 6-7 éves kora óta szoros kapcsolata van a számítógépekkel. Hát ugye annak idején ugye először csak játszottunk ugye vele a Commodore 64-es programokkal, az Impossible Mission, stb. Aztán ugye most elkezdtünk zenélni, és ugye akkor az Atari Cubase programját használjuk ugye a zenélésre, tehát egész más kapcsolatba kerültünk a számítógépekkel ezáltal. Ilyen számítógépes zenélnél mihez kell jobban érteni, a hangszerekhez vagy a számítógéphez? Mind a ketten tanultunk zenét, tehát klasszikus zenét is. Milyen hangszerek? Hát jó magam például cellón tanultam, gitáron, testvérem az ütős hangszereken, illetve zongorán tanult. És pontosan itt ugye erről van szó, hogyha valaki ilyen komputer zenében valami jót akar csinálni, akkor mindenképpen értenie kell a zenéhez, és persze a számítógépekhez. Persze most itt nem annyira komoly szinten mondjuk, hogy programot kell tudni írni, hanem ismeri kell a szemplereket, a szintetizátorokat, szekvenszerek használatát, stb. Egyébként szoktatok játszani számítógépes játékokkal? De nagyon szeretjük a számítógépes játékokat, bár mikor kisebb voltam, és ugye mikor mániám volt a számítógép, akkor inkább ugye Spectrum meg a Commodore 64 ment, de mostani játékok is érdekelnek. Gábor, nagyon remek volt a riport. Köszönöm szépen, persze ez kellett a te segítséget, hogy kimegy. Nos, kedves nézőink, most pedig elköszönünk, hiszen véget ért mai adásunk, de jövő héten újra találkozunk. Információkért, játékokért, programokért forduljanak az 576 kilobájt üzleteihez. Budapesten Roland elmondja, hogy hol. A Pozsonyi 14 számmal, és Gábor elmondja, hogy Győrben hol. Győrben pedig a Király utca 18 szám alatt. A viszontlátásra.